Tudta-e, hogy a legenda szerint a palotát titkos föld alatti folyosó kötötte össze az egykori várszínházzal? Az újjáépítést követően a Sándor palota belső tereit a kornak megfelelő divat szerint alakították ki. Termei és szalonjai egymásba nyíltak, így az egész épület körbejárható volt. A főlépcső a Tea szalomba vezet, ahonnan a kerek szalomba jutunk, amelynek szépségét a tér elrendezése, a válogatott fákból készített padlózata és fa bútorzata adja. Innen az Empire szalon nyílik. Itt értek össze a nyilvános reprezentáció és a magánélet terei. Neve a Napóleon alatt létrejött művészeti stílusból ered. Az ebédlőnek tervezett helyiség jelenleg diplomáciai találkozók színtere. A következő helyiség az ékék színű fali kárpittyairól elnevezett kék szalon. A sötét színek textíliák a 19. század utolsó harmadában a paloták magánszféráját, belső szalonjait jellemezték. A legenda szerint a színházi előadásokat követően itt találkozott Erzsébet királyné és Andrássy Gyula gróf. A királyné a két szomszédos épületet összekötő titkos folyosón érkezett a Sándor palotába. A Mária Terézia szalont korábban vörös szalonnak is nevezték, karmazsin vörös színei miatt. Számos festmény a háború idején eltűnt vagy tönkrement. Az 1750-es évekből Mária Terézia és Lotaringiai Ferenc páros portréja viszont fennmaradt. Velük szemben Batthyány Lajos nádort, illetve a magyar huszártábornoki egyenruhába öltözött József nádort ábrázoló képek láthatók. A Mária Terézia szalon jelenleg fogadások, államközi egyezmények ünnepélyes aláírásának helyszíne. A Sándor palota díszterme a tükörterem. Az ötablakos helyiség mentén húzódik a déli főhomlokzati erkély, ahonnan a királyi palota, Pest, illetve a Budai hegység látványa tárul elénk. A kétszárnyú ajtók fölötti mitológiai jeleneteket ábrázoló aranyozott domborművek egyikén Pallas Athéné elé vezetik a nevelendő gyermekeket, míg a szemközti oldalon a művészetek múzsáit fogadja az istennő. A tükörteremből nyílik az elnöki tárgyaló. Itt találhatjuk gróf Széchenyi István egész alakos festményét és Andrássy gróf márványmellszobrát is. A Sándor palotát díszítő szobrok történeteiről a következő részben hallhatnak.